Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban visszatekintünk az elmúlt időszakra, és újra felidézünk egy-egy történést, egy-egy riportot. De elsőként főhajtással kezdjük. A Kanizsa Televízió teljes kollektívája megrendülten, szomorúan búcsúzott áprilisban Peterman Károlytól, aki folyamatosan segítette a televíziónk munkáját. A magazinok igazi szaktanácsadója volt. Egy héttel azelőtt, hogy távozott közülünk, még interjút adott nekünk. Végre igen, megjött a tavasz. Hát az első teendő mindenképpen az, hogy azokat a növényeinket, amelyeket teleltettük, azokat most már kihozhatjuk. Egyre nagyon felhívom a figyelmet, ne közvetlen a tűzőnapra hozzuk ki őket, hanem szoktassuk, tehát árnyékos helyre, aztán egy kicsit napsütöttebb, mindig kijebb tegyük. Egyszerre, hogyha hirtelen kitennénk a napra, megégne a levele, és ez komoly problémát okozna. Ez az egyik és a legfontosabb. Utána mondanám, hogy ezek a évelő és áteleltetett növények úgymond felélték a talajban a tápanyagot. Ha tudjuk, nem kell átültetni mindjárt, de mindenképpen az aljába érdemes lenne egy kis tápanyagban gazdagabb talaj tenni, tehát kiemeljük a cseréből és alája teszünk, vagy ha erre nincs módunk, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy egy kicsit többet tápoldatozzunk. Nyilván különbséget kellene tenni azok a növények között, amelyek egy sötét pincében voltak és felhozzuk, illetőleg azok között, amelyek kaptak bizonyos fényt, tehát azért itt a gondozást illetően, az elszáradt leveleket illetően is van tennivalónk. Hát ugye ezt már ősszel elmondtuk, amikor teleltetésre bevisszük, akkor a beteg sérült leveleket mindenképpen távolítsuk el, illetve akkor említettem, hogy meg is kell permetezni őket, hogy a kártevőt és a betegséget ne vigyük a teleltető helyre be a növényekkel együtt. Most elképzelhető az, hogy már valahol ezek a növények elindultak bent a teleltető helyen, elkezdtek hajtani, vagy éppen ugyanígy a levéltetvek, a pajzstetvek, ami egymási fölszaporodhatott, mert egy védett helyen voltak ezek a növények. Figyeljünk oda, és ha ilyen valamit látunk, akkor javaslom azt, hogy mielőtt kitesszük, egy rovarölőszerrel mindenképpen permetezzük meg. Illetve a beteg leveleket természetesen távolítsuk el, a sérült, mert ugye szállítás, mozgatás közben sérülnek is, a sérült leveleket is, illetve hajtásokat is. Én mindenkinek azt javaslom, hogy az utolsó fagyos szentek napja az május 5-e. Tehát addig van esélyünk arra, hogy fagy lesz. Ahogy az előrejelzéseket nézem, nem prognosztizálja, de ettől függetlenül még előfordulhat. Ha csak úgy tudjuk megoldani, hogy véglegesen kint hagyjuk, akkor mindenképpen várjunk még vele legalább május első napjaig. Hiába jön a ballagás, és hiába akarom azt, hogy szép legyen, akkor viszont meg kell oldanunk azt, hogyha netán egy ilyen időszak jön, egy ilyen fagyosabb napok jönnek, akkor el tudjuk menteni ezeket a növényeket ideig, óráig. Tehát ha napközben azért jó idő van, kitehetjük, de el kell mentenünk, hogy ne okozzon kárt benne. Nem is az a legnagyobbik gond, hogy megfagy a levele, hanem ami láthatatlan, tehát a gyökere megfázik, és az nagyon, de nagyon vissza tudja vetni a fejlődésben a növényeinket. Itt tavasz kapcsán mindenképpen említsük meg a szobanövényeinket is, hiszen őrájuk is odafigyelünk. Tudjuk azt, hogy télen hiába szobanövények, akkor is egy visszahúzódó állapotot élnek, viszont a tavaszt ők is érzik, esetleg ha átültetés
nagyobb edényre van szükségünk? Mit tudunk tanácsolni a szobanövények kapcsán? Hát tegyünk különbséget a szobanövények esetében a virágzó és a zöld szobanövények között, mert mind a kettőnek más-más tápoldatot fogok javasolni majd. Ugye ezek a növények is valahol egy nyugalmibb állapotból elindulnak most valahol. Ha tudjuk, akkor ültessük át ezeket a növényeket mindenképpen, de nem javaslom azt, hogy egyszerre kettő, három vagy négyszer nagyobb cserébe, mert a gyökér fokozatosan fejlődik ki, és nem jó az, hogyha egyszerre egy nagyobb földtömeget behálóz, mert akkor lesz a talajnak olyan része, amit nem tud hasznosítani, vagy nem használja ki éppen az abban található tápanyagot. Tehát mindenképpen fokozatos elvét egy 10-es cserében lévő növényünket 12-es, 13-asba ültessük át, és a nagyobbakat persze természetesen nagyobba. Ha átültettük, akkor semmiképpen ne tápoldatozzunk, mert annyi friss tápanyagot biztos, hogy talál a növényünk, ami szükséges neki az induláshoz. Ha viszont nem tudjuk átültetni, mert hely hiány egyéb dolgok miatt, akkor viszont el kell kezdeni tápoldatozni. A tápoldatozásban azért mondtam, hogy a virágzó és a zöld növények között különbséget teszünk, mert a flakon hátoldalán látható a tápoldat összetétele. És ezen három szám van, NPK. Ha zöld növényünk van, akkor mindig azt nézzük, hogy az N mellett lévő szám legyen a legnagyobb, mert az kimondottan a zöld növényi részeket fogja számunkra nevelni. Ha virágzó növényünk, akkor a másik két fajta tápoldatot, ahol a K és a P mellett vannak a nagyobb számok, azokkal tápoldatozunk. Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület 2004 óta rendületlenül foglalkozik olyan kiadványok megjelentetésével, melyek a szülőföldhöz, Kiskanizsához kötődnek. Tavasszal Kulcsár Györgynek és családjának köszönhetően egy katona emlékiratai címmel mutatták be a legújabb kötetet. Egy nagy kanizsai tüzér, Donkanyar, hadifogság, hazatérés. Mindez benne van az egykori katona emlékirataiban. Horváth Jánosné, a kötetet gondozó egyesület elnöke fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a régi emlékek fennmaradjanak. Kulcsár Györgyöt akkor ismertem meg, amikor a volt kiskanizsai hadifoglyok, akik már elhunytak azóta, kezdeményezték a kiskanizsai hősi emlékmű létrehozását, és együtt koszorúztak az ünnepségeinken. Kulcsár György az unokája biztatására írta le az emlékiratait, tehát ez is igazolja azt, hogy azért a fiatalokat igenis érdekli a múlt és a múltunk történelme. Igaz, hogy nem mindenkit, de akinek viszont van affinitása a történelem iránt, azok olvasni fogják. Ő egy nagyon szerény ember volt, és nekem nem is beszélt erről, hogy ő elkészítette az emlékiratait, hanem akkor, amikor meghalt, a feleségétől kaptam meg a gépelt kéziratot. Egyesületünk helytörténeti honismereti néprajzi kiadványokat adott ki eddig, és ebben a sorban különös helyet foglalnak el a történelmi témájúak. Ilyen például Berentés Tamás 8 év a szöges drótok ölelésében, ez a gulágon eltöltött évekről és a gulágon elszenvedett borzalmakról szól. A másik fő doktor Fülöp György Életem lépcsői című kötete,
ez az első világháború eseményeit tartalmazza, azzal a sok-sok háborús helyszínnel, amelyet dr. Fülöp György megjárt. És ez a könyvünk pedig a második világháború eseményeit taglalja, amerre Kulcsár György járt, és amit ő átélt. Ő azon kevesek közé tartozik, akik a Don melletti harcokat is, idézőjelben mondjam, megúszták, vagy akik még haza tudtak jönni, annak ellenére, hogy ő is fagyási sérüléseket szenvedett. De hazatért, hazajött, és szerető feleségével, családjával egy boldog életet tudhatott magáénak. Az Egyesület minden egyes helytörténeti, honismereti kiadványának létrejöttében számos segítő, támogató vesz részt. Több hónapos, akár több éves munka is áll egy-egy kiadvány mögött. Ennek azért is örülök, mert most ugye az idei évben ünnepeltük, vagy emlékeztünk a 75. évfordulóra. Vagyis a Doni eseményeknek a 75. évfordulója volt, és ő a kötetet a 60. évfordulóra írott versével zárja, és akkor mi pedig most ennek a kötetnek a megjelentetésével emlékezünk őrá is, és a társaira is. A munka, amelyet sok lelkes támogató segít, évről évre meghozza a gyümölcsét. De mindig nagy hangsúly van azokon, akik akár adatközléssel, akár erkölcsi vagy anyagi támogatással segítik az Együtt Kiskanizsáért Egyesület munkáját. Aki megvásárolja a könyvünket, mert ez könyvesbolti forgalomban nem kerül. Tehát még kis példányszámban jelentetjük meg, és az igényeknek megfelelően. Na most, akik vásárolnak a könyvből, ők a könyvek megvásárlásával az Egyesület munkáját támogatják, és pályázunk, az egyesületi tagok támogatnak bennünket a tagdíjak befizetésével, meg az 1%-ok felajánlásával és egy-egy módon. Emellett pályázni szoktunk Nagykanizsa megyei jogováros önkormányzatához, akkor, amikor a kulturális bizottság által erre lehetőség nyílik, és így történt jelen esetben is, pályáztunk a könyvnek a kiadása érdekében, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy mi ezt a könyvet kiadhattuk. A kötet létrejöttében és bemutatásában, mint eddig is több alkalommal, a legfőbb partner a Túri György Múzeum volt. A frissen megjelent kiadvány gondozásában Kis Gábor, a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár igazgatója is részt vállalt. Ez egy nagyon érdekes történet. Egy kiskanizsai illetőségű, bár nem Kiskanizsán született, de Kiskanizsán élt tüzér őrmesternek a visszaemlékezéseit olvashatjuk, aki 1940-től 1945-ig nagykanizsai tüzérezrednek a egyik katonája volt. Tulajdonképpen végigharcolta a II. Világháborút, részt vett az erdélyi bevonulásban is, és aztán pedig itt Kanizsán a kanizsai tüzérezred egyik ütegének lett a lövegvezetője. A Doni harcokban is részt vett, és ebben a rettenetes visszavonulásban is, amit végül is fagyási sérülésekkel, de megúszott. Aztán 1944-ben újra a harctérre vezényelték, és 1945 januárjában esett hadifogságba Budán a körbezárt magyar-német csapatok katonájaként. És ezután pedig 1948-ig hadifogoly táborban volt a Szovjetunióban. És ami nagyon érdekes, hogy ezt a visszaemlékezését 82 éves korában a családjának az ösztönzésére
vetette papírra, és olyan jól emlékezett vissza az eseményekre, hogy tulajdonképpen a hadtörténészeknek inkább csak ki kellett igazítani az időnkénti, hát az emlékezet hiányból fakadó kisebb-nagyobb hiányosságukat, de igazából a története nagyon érdekes és nagyon tanulságos. Hát ebben az esetben ennek különlegesen nagy jelentősége van. Ugyanis a II. Világháború története a háború utáni évtizedekben egy nagyon furcsa, eltorzított formában jelent meg, jelenhetett meg a történetírásban is, és a történelem tanításban is természetesen, hiszen a Szovjetuniónak a hatalmi szempontjai szerint készült ez a történetírás, amiben ugye Magyarország a bűnös ország, és a magyar hadsereg és a magyar katonák ugye a bűnösnek a szerepét kellett eljátszani. És igazándiból a rendszerváltozás utáni időkben, évtizedekben nyílt lehetőség arra, hogy egyre inkább a valóságnak megfelelően történjen ennek az időszaknak a feltárása és a feldolgozása. És miután nagyon sok hivatalos katonai irat megsemmisült a II. Világháború során, sokat a harctéren semmisítettek meg, sok elkalódott és elveszelődött, ezért az emlékiratoknak és a visszaemlékezéseknek ebben a vonatkozásban igen-igen nagy szerepe van, mert nagyon sokszor kiegészítik a hivatalos hadtörténeti ismereteket, vagy olyan ismeretekkel gazdagítanak, amire mi nem gondoltunk volna. És van még egy nagyon érdekes vonatkozása ennek, hogy ők, mint emberek, belülről láttatják tulajdonképpen a háborúnak a lelkét. Ugye a hadtörténész megéri a hivatalos formába, ilyen-olyan egységek ide-oda mozogtak, ilyen vonalról oda, ő pedig azt írja le, amit érzett a peremvonalba, amit érzett a visszavonulás közben, amit érzett és tapasztalt a hadifogolytáborba. És ezek a személyes élmények tudják igazán visszaadni és közvetíteni a mai olvasó számára is, hogy milyen volt az a világ, mit jelentett a katonáknak. Hamarosan újra telihold lesz. A tavasz folyamán készült összeállítással próbáljunk meg ismét hangolódni. Az éjjeli fák közt derengő hold már őseinket is megbabonázta. Az ókorban folyamatos megújulása miatt a halál, az újjászületés és a teremtés isteneként tisztelték. Számos kultúrában női istenségként szerepelt. Mivel észrevették a párhuzamot a földünket 28 nap alatt megkerülő égitest és a nők 28 naponta jelentkező ciklusa között. Aztán jött a középkor. Felerősödtek a fantasztikus szörnyek mítoszai, az alakot váltó farkasemberé, az éjszakában élő és vadászó vámpíré, a teli holdkor sírból kiszálló zombiké, és gonosz főzeteket kogyvaszt a boszorkányoké.
Amíg a nap egyértelműen a férfi principium megszemélyesítője, addig a hold a női energiák ezüstfényű szimbóluma. Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a hormonháztartásunk működése és a hold változásai között lehetséges összefüggés van, akkor nem nehéz elfogadni azt sem, hogy érzelmeinkre is hatással van az égi test működése. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a mi portánk legközelebb 2 hét múlva várja Önöket. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.